Empe, Cilia, 14. rész Nem tudhatták meg soha, hogy látta-e valaki Rauhalából vagy Rantóból, amint együtt mentek haza. Laura, aki valóban látta őket, sokkal büszkébb volt, sem hogy valamelyiküknek is elárulta volna. De reggel a Rantó villa mindig tiszta és friss levegője valósággal dohosnak érzett. A professzor is lecsüggesztette szárnyait, amint ő maga mondta, és ezt annak tulajdonította, hogy rendes szokásától eltérően éjfél utánig fennmaradt, és erős sört ivott, ami aztán még késleltette is az elalvását. A villás reggelinél éppen akkor, mikor Szilja behozott valamit a konyhából, Laura kisasszony könnyed hangon hosszadalmosan elbeszélte, hogy a fiatal Armas úr, ezeket a szavakat használta, a déli hajóval elutazik. Szilja kezében megrezzent a tál, de olyan kevéssé, hogy senki sem tudta volna határozottan állítani. Szélia talán gyorsabban és talán izgatottabban ment ki a konyhába, mint rendesen, de sem az ajtó nem csapódott be, sem a konyhából nem hallatszott be semmi. A legfeltűnőbb talán az volt, hogy semmi sem hallatszott be, pedig Széljának még lett volna egy kis dolga az asztalnál. Mikor a szobában újra csengettek, úgy ment be Szélia, mint egy alvajáró. Üres kézzel ment be, pedig a csengetésre be kellett volna valamit vinnie. No, úgy látszik, még mindig alszol a tánc után, akár csak én, dörmögte a professzor. Nem csoda, hiszen négy óra jött haza. Hallotta Szília Laura kisasszony feleletét. Ejnye, ejnye, ha nem ez lett volna Szíliának az első mulatsága nálunk, talán szigorúbban venném, de most az egyszer még hagyjuk, mondta a professzor. Laura kisasszony nem szólt egy szót sem, csak hallgatott. Szélia határozottan érezte, hogy a Rantóvillában soha többé nem lesz olyan az élete, mint amilyen még tegnap is volt. Hiába maradna, akkor sem térne vissza a régi élet semmiféle tekintetben sem. Minél hamarabb elszakadhatna innen, és magára maradhatna, annál jobb volna. A reggeli edények elmosogatásakor végre egyedül maradt. Munkája során belesüllyedhetett abba a fásult állapotba, mikor egész lénye úgy szólván önmagába húzódott vissza, és semmiről sem tudott, semmit sem fogtak fel az érzékei, éppen csak élt. Mintha valaki fülébe súgta volna, szegény leány, te is csak úgy jártál, mint sokan mások, akikről az élet hétköznapjaiban hallottál, pontosan az történt veled is, ami másokkal. A férfi egyszerűen elment. Mint ahogy elmegy ez is, nem tud többé rád nézni, talán fél. A következményektől. Úristen, mik ezek a következmények? Az-az sivított ki egy hang a kanalak csörgéséből. A hang csak kiabált, csak kiabált, ezt is, azt is. Hétköznapi kérdéseket vetett föl. Meddig kell várni, míg megtudja? A leány mereven és rémülettől megtermedve állt ott a mosogatóasztalhoz támaszkodva, és hallgatta a kanalak csörgését. Az a hang tovább kiabált, és újabb kérdéseket villantott fel tudatában. Armasz, Armasz, hol vagy? Jöjj, segíts! Ne engedd, hogy elmerüljek a sárban. De hiszen Armasz azt mondta azoknak ott bent, hogy ma elmegy, két óra múlva már útban lesz valahova. Hogy hova? Arról Szilja nem tudott semmit, eszébe se jutott, hogy megkérdezze. Hogy lehet, hogy semmit sem szólt Széljának elutazásáról akkor, ott, az uzmus szikla ágyom? Már jön, közeledik rantó felé, és belép a kapun az udvarra. A házba természetesen nem jöhet be a konyhajtón, hanem csak a nagy ajtón. Szélia megpillantotta az ablakból szép arcélét. Sápatnak látszott, fején úti sapka volt, és más ruhát viselt. Arca nem volt olyan vidám, mint máskor, de ugyanaz a lelki tisztaság tükröződött rajta, mint azelőtt. A professzor és a lánya a nagy lakószobában fogadták. Széljának nem is kellett hallgatóznia. Kis átjáró szobájában jól hallhatta a beszélgetésüket. Az esti postával éppen akkor, amikor javában táncolt, érkezett egy levél, hogy anyja súlyosan megbetegedett. Haza kell utaznia. A hajó egy óra múlva indul. És gondolod, hogy még visszajössz? kérdezte a professzor. Majd meglátjuk, mi lesz. Elbúcsúzott a szobában levőktől, de azután, mintha eszébe jutott volna még valami. Igen, el kell még búcsúznom Sziliától is, mondta, és már indult is a konyha felé. Csak egy fellángoló, könnyes tekintetet láthatott, és egy jól ismert kedves alakot, amely gyorsan kilebbent a konyha ajtón, és bemenekült a pincébe. A fiatalember visszasietett a szobába, és valami olyas félét mondott, hogy a leányt nem találta ott. Talán Laura átadja neki az üdvözletét. Laura arcán alig észrevehető mosoly jelent meg. Nagyon közelről elnézett Armas mellett, és nem szólt egy szót sem. Így távozott el ez a fiatalember a rantói környezetből, és azután nem hallottak róla semmi bizonyosat egészen a következő nyárig, amikor sok más ifjúról lehetett hallani ugyanolyan, vagy még rosszabb híreket. Annak alapján, amit korán reggel az ablakból látott, azt gondolta Laura kisasszony, hogy az anyja betegségéről szóló történetet Armasz találta ki. És hogy a fiatalember szabadulni akart Sziljától. Mikor aztán jóval később meghallotta, hogy Armas édesanyja fiának hazautazása után három héttel meghalt, szégyelte kételkedését, bár nem szólt róla senkinek. Szilja, akinek az elmúlt éj minden élményét el kellett viselnie lelkében és testében, azzal a meneküléssel megmentette a boldogságát. A búcsúzkodó útra készülő úriember csak halvány árnyéka volt annak a szép fiúnak, akivel az esti homályban virágzó kosborok között sétált, és akivel az uzmó feküdt a felkelő nap piros lófényében. Mikor szilja a nagyszobából meghallotta szavait, ösztönös félelem ébredt benne. Lelke felfokozott és megnagyított mindent, magába zárta kincseit, és menekült mindenki elől, aki hozzá közeledett. Az egész villa, amely eddig annyit jelentett számára, mint egykori otthona, sőt, a legutóbbi események óta még többet is, olyan volt most, mint egy közönséges, durva parasztház, ahol a gazda káromkodott, a gazdasszony veszekedett, és a falusi legények bejártak a szolgálókhoz. Még annál is rosszabb volt, azért, mert eddig olyan jó volt. Szilja úgy érezte, hogy neki most már hamarosan mennie kell innen. Minden perc csak rosszabbá és elviselhetetlenebbé teszi az életét, hiszen minden egyes perc csak erősíti és mélyíti lelkének ezt az új érzését. Ezt az érzést nem lehetett elnyomni, mert akkor önnön súlyától hangos kiáltássá alakult volna át. Szélia érezte, hogy már a személynek sem tud parancsolni. Mikor a professzor lányával együtt elindult, hogy kikísérjék a távozót a hajóhoz, Laura kisasszony kinézett a konyhába, és ott látta Szélját, a cselét leányt. nem tudta megállni, hogy a szemébe ne nézen a kisasszonynak. A röpke pillantás egyrészt mély alázattal támaszért és segítségért könyörgött, másrészt dacolt és fenyegetett. Laura akaratlanul felkiáltott: Ó! és tekintetében elragadtatás, szinte csodálkozás, de egyúttal mély ellen tükröződött. Ez a két fiatal és nagyon finom női lélek ebben a pillanatban végleges és örökös ismeretséget kötött egymással. Szerencsére Sofia akkor jött át, amikor Szilja egyedül volt az egész villában. Sofia most is olyan nyugodt és jóindulatú volt, mint mindig, Bizalmas hangon ingerkedni kezdett Szíliával, az elmúlt éjszakán a táncban ő is megfigyelt egyetmást. Megértéssel nézte a leány személyének kifejezését, és rendes szokása szerint mindjárt munkához látott. Mikor meghallotta, hogy a fiatal úr éppen most száll hajóra, komolyan megdöbbent, és felhagyott a csipkelődéssel. Szilja nem mondott többet semmit, még a fiú anyjának betegségét sem említette, pedig tudott róla. Kitalálta Sofia gondolatait, és szinte élvezte, hogy a zűrzavaros hangulat nyomasztón rájuk nehezedik. Érezte, hogy Sofia rokon szenve minden esetre mellette áll. Szélia sírással küzdködött, mikor arra kérte Sofiát, hogy este helyettesítse, ugyanis okvetlenül be kellett mennie a szomszéd faluba ruhaügyeket és egyebeket intézni. Sofia szinte túlságosan gyorsan beleegyezett: Menj, kedves lányom, az se baj, ha holnapig maradsz. Elvégzek én itt mindent, azelőtt is sokszor elvégeztem. Menj csak! Akkor mindjárt megyek is, még mielőtt visszajönnének. Szofia egyre hosszabban nézett a leányra, úgy nézett rá, mint jól ismert tárgyra. Fölismerte benne saját ifjúságának érzéseit és élményeit. Szinte anyai szeretet ébred benne a védtelen gyermek iránt. De nem tudott rosszat gondolni arról sem, aki most ott áll indulóban a kikötőhídon. Nem tudta elképzelni, hogy az a fiú sorsára hagyja ezt a kedves, szép leányt, és ha mégis bekövetkeznék, akkor bizony ő, Szofia, beszélni fog komolyan Mattival, a professzorral, aki aztán majd csak rendbe hozza a dolgokat. A legnehezebb talán mégis Laurának, pedig most már bizonyos, hogy közte és a fiatal ember között nem volt semmi. Cília elment. Mikor a professzor és Laura visszaérkeztek, először elcsodálkoztak, azután szinte zavarba jöttek – az öreg Mattit, a professzort legalábbis ilyenféle dolgokban senki sem tudta félrevezetni. Mormogott valamit, arcán fáradt kifejezés jelent meg, mintha csak figyelmeztetni akarta volna a többieket, nehogy magyarázni kezdjenek. Fölment az emeletre, és léptei üteméből hallani lehetett, hogy nem tanácsos megzavarni. Egy kis idő múlva látták, hogy táskájával és horgászó eszközeivel kimegy a tóra. Ez volt a rendes útja, amikor a szárazföldön olyasmi történt, ami bántotta és elkedvetlenítette. Órákig időzött ott, és mikor visszajött, órákig ült fent az emeleten tanulmányaiba mélyedve, míg el nem jött a szauna, és utána az éjszakai nyugodalom ideje. Szófia Laurától is azt csinálhatta, amit akart. A kisasszony tudtára adta idős rokonának, hogy nem óhajt beszélgetni a cseléd leány hóbortjairól, és nem kíváncsi a célzásokra, hogy kivel és hogyan táncolt Szélja az elmúlt éjszakán. Arcán önelégült, kisé elmélázó kifejezés ült, amiből semmire sem lehetett következtetni. Mintha mindenre vonatkozólag meg lett volna a maga terve, és mintha minden pontosan úgy menne végbe, mint ahogy kigondolta valami kis megjegyzéssel mégis hozzászólt az indítványhoz, melyet Szofia a vacsorára vonatkozólag tett, nehogy azt higgyék, hogy csak egy kicsit is szórakozottá tették a nap eseményei. Áldott, dús, augusztusi nap volt, de a ragyogó délidőre senki sem figyelt a rantó villában. Mégis volt valaki a rantó közül, aki látta a szép életet adó napot delelésétől alkonyodásáig, mert a nap volt egyetlen társa, mióta letért ennek a nyárnak ismerős ösvényeiről. Szélja cél és terv nélkül járkált az égető napsütésben, valahova magas helyre törekedett, ahonnan minél messzebbre elláthatatóra. Ismerős házak mögött a falu szélén hegyhát emelkedett, amelyet sárgás muhar borított, és amelyen keresztül kasul marha csapások vezettek. Az ösvényt nyugodtan el lehetett hagyni, a föld tiszta volt és egyenletes, a levegő könnyű és tiszta. Szilja láthatta onnan, mint távolodik a hajó délfelé, mint jön hazafelé a professzor és a leánya. Laura kisasszony piros napernyője úgy virított, mintha óriási virágot tört volna az út széléről, és azt lengetné. Valamivel a többiek előtt ment. És ott úszott a hajó, Mindennapos látvány ebben az órában, de most mégis olyan csodálatosan ünnepélyes, mintha a fedélzetén, a hajó orránál nem is ülhetnének közönséges pipázó emberek és erdőmunkások. Szília elfordította a tekintetét, körülnézett, hallgatózott, mintha valamire készült volna, és azután a tisztás szélén hanyat vetette magát, fejét hátra úgy, hogy a nap alulról sütött az arcába. A nagy-nagy nyugalom, amely körülvette, szinte zúgvarontott be a tudatába. Itt fenn, a magasban, a és erdő közepén nem volt egyetlen élő lény sem, amely leköthette volna ennek a szegény, emberek elől menekülő leánynak figyelmét. Nem volt egyetlen madárfészek a bokrok ágai között vagy a fakó földön, egyetlen anyamadár sem érkezett, hogy az ember közeledésére rémült csipogást hallasson, Egyetlen növény szárán sem nyílt virág, amely körül kék pillangó repdesett volna. Csupán égerfa levelek voltak ott, felül sötét, alul szürke égerfa levelek, de ezek mit sem tudtak életük céljáról. Nem érték meg soha a virágzás idejét. Mihelyt ember magasságra nőttek, letördelték őket alomnak, vagy trágyát rétegeztek és takartak be velük. Ezek a cserjék sohasem virágoztak, csak gajakat hajtott a tövük, folyton új gajakat. Valahol ezen a dombon bizonyára legeltek tehenek és bórjak, talán bárányok is, de most egyetlen kolomb sem kondult meg. A nyugati lejtőn egész sor forrás volt, ott már üdenírfák nőttek, az égerfának ott már törzse fejlődött, és lombja között tavasszal, mintha régi aranyláncokból töredeztek volna le, barkák csüngtek alá. Virágpor füstölgött ilyenkor a porzokból, és télen hosszúkás termések lógtak az ágakon. Ott most tehenek heverésztek, búja, zöld füvet legeltek, és ittak a források üdítő vizéből, heverésztek, és tőgyükben illatos tejet gyűjtöttek össze, hogy megigyák a gyermekek, és vajat köpüljenek belőle az asszonyok, azokban a hajlékokban, ahol egymásra talált, erőteljes emberpárok élnek és szaporodnak. A nap olyan hevesen sütött a magányosan fekvő leány arcára, hogy az elkábulva végül is oldalra fordult. De ekkor hideg borzongott végig a testén, és ösztönösen úgy helyezkedett el, mintha valakit ölelni akarna. Karjával egyre erősebben szorította a mellét, teste kiegyenesedett, hátrafeszült, és a leány hangosan jajveszékelt. Megint este lesz, hova menjen, és kivel menjen, nem tud már egyedül lenni az elmúlt éjszaka után. Hova, merre menjen? Nem ismer senkit, és akár hányat ismerne, akkor sem menne senkivel oda. Nem, senkivel sem, csak azzal, aki elment. Bizony, akárki is megijedt volna, ha véletlenül a marha csapás nyomán halad, és látja ezt a jelenetet. De nem jött senki, még csak egy tehén vagy bárány sem. A leány csak küzdött, csak küszködött, és végül szenvedélyes, hangos sírásban tört ki. Rövid idő múlva megnyugodott és abba hagyta a sírást. Az idő már estére járt, a leány félig ülőhelyzetbe támaszkodott, és arcán, amelyen vörös foltok gyulladtak ki, és sötét szemének tágra nyílt pupilláiban ismét megbékélt, szinte átszellemült kifejezést tükröződött. Minden elmúlt, és ő érezte, hogy új korszak kezdődik életében. Most már csak arra kell vigyáznia, hogy bölcsen megőrizze ezt az új életet, amelyet kiküzdött magának, nehogy új érintésekre minden összeomoljék benne. Minden megmaradt, és ezen az estén még szédítőbb magasságokba jutott fel, mint az elmúlt éjszaka. Mikor végre fölkelt a helyéről, és útnak indult, arra felé, amerre a nap is haladt, erős hidegrázást és könnyű szédülést érzett. Megkerülte az egész domtetőt, és végül eljutott a nyugati oldalra, ahol a források voltak. Lehajolt és ivott a markából hideg vasas vizet, amely jó lesőn felüdítette kiszáradt száját, de egyúttal még erősebb borzongást okozott. Mi lesz vele? Rantóba nem térhet vissza semmi esetre sem, szívesebben lefekszik itt, egy fatövébe. Folyton fokozódó fájdalmai arra kényszerítették, hogy tovább támoljogjon, míg egyszer csak meglátta kulmal a tetejét, először ebből az irányból. Hiszen Lajni minden esetre otthon lesz. Szilja leereszkedett a sövénykapuhoz, ahol Kulmala állatai már az este érkezésére várakoztak. Lajni az udvaron volt, látta Szilja furcsa érkezését, és egészen elképett, mikor a leány minden magyarázat nélkül elhaladt mellette, és bement a szobába. Lajni később sem tudott egyebet tenni, mint kérdezni. Kérdezni. Miért jöttél onnan? Hol voltál? Miért nem vagy otthon? Nem láttad anyámat? Láttam, és otthon is voltam, de most adj valamit. Van-e tej? Melegítsd meg, nagyon rosszul vagyok. A leány azonban mégsem tudott semmihez hozzáfogni. Micsoda bolond dolog, hogy Szilja a dombról jön le hozzájuk. Mikor aztán a leányka tovább is mindenféle kérdéssel ostromolta, Szilja fáradtan csak annyit mondott. Hagy már! És ledőlt a lakószobában egy használatlan ágyra, amelynek szélén tegnap este a tánc szüneteiben üldögélt egész testében reszkedve kinyújtózott, és tapogatva kereste a takarót, hogy magára húzhassa. Szeme csukva volt, és szájából a két kézzel fogott takaró alól fájdalmas nyöszörgés hallatszott. Most már Lainé is megértette, hogy hiába faggatja szélját. Magára hagyta a leányt, és elszaladt rántóba az anyjához. Kamráttiék udvarán mégis ráért elmondani a gazdasszonynak a csodálatos esetet, és mikor aztán Sofia hazatért Rantóból, a szomszédasszony már ott volt Kulmal lakószobájában, és suttogó hangon mindjárt be is számolt, hogy mit figyelt meg Szélján. Azt hiszem, hogy az agyában van valami baj, mert a beszédéből nem lehet kiokoskodni. Folyton aratásról és kévékről beszél, és azt mondja, hogy a kévekötél végét be kell dugni, nem szabad úgy hagyni, hogy kiálljon. Nem, hagyját csak úgy, engedjék, hogy én tartsam, szólalt meg ekkor szilja. Kinyitotta a szemét, és ránézett Szófiára, Kamrátiné asszonyra és Lainira. Nem, az agyammal nincs baj, de rettenetes melegen van, és fázom, tette hozzá később. Mit csináljak, sóhajtott Szófia, ilyen állapotban el sem lehet vinni sehova. Engedje, hogy itt maradjak, az Isten szerelmére kérem, az Isten is megáldja érte, én nem tudok oda menni kedves jó Szofia. Vajon nem nyomja valami a lelkét? Nem kellene papot hívni? Ha most így meghal, mi örökre elkárhozunk. Már a professzor is feltűnt az úton és berobogott a szobába. Átkozott leány alaposan kitáncolta magát. Engedjétek, csak majd én megnézem. Ennye enye, de nagy láza van. Mondott valamit? Egy pár szót zavarosan össze-vissza. A gazdaszony azt mondja, hogy talán jó volna papot hívni. Hogyne, és egyúttal mindjárt kántort is. Úgy sincs más dolga így hétközben, csak a haláleseteket várja. És ki fogja megfizetni a sírhelyet, a fenyőágakat és a harangozást, mi? Csattant fel a professzor, kissé nyersebben is, mint ahogy tulajdonképpen akarta. Nem mindenki teheti meg, hogy olyan keveset törődjék a lelke üdvösségével, mint a professzor, aki bízik a maga földi bölcsességében. Legalább a mások lelki üdvösségével ne törődjetek, itt azonban a test nem ér rá várni, és a gazdasszony egészen biztosan elkárhozik, ha haza nem megy rögtön, és el nem küldi azonnal az orvosért a bérest, azt a távettit, vagy a jerobeamit, vagy ki a csodát. Én meg fizetem. Komoly arccal, de biztos mozdulatokkal készítette elő a professzor a borogatást, és hozzálátott, hogy rátegye a leányra. Szélia bizalommal kapaszkodott bele az öregember nyakába, mikor a professzor, sényögve, Ráfektette a lány mesztelen felsőtestét a vizes ruhára. Hamarosan rendben volt minden, a biztosító bekapcsolta, a takarót ráhelyezte. A leány megnyugodott, és álomba merült. Az asszonyok áhítattal nézték, és Kamráttiné asszony az iménti szóváltás sem tartotta vissza, hogy oda sugjon súgjon Szofiának valami közmondás félét. Aki egyhez ért, az másban is mester. A professzor könnyedén rátette kezét a leány homlokára, és megparancsolta, hogy ne zavarják a beteget. Az öreg maga is halkan beszélt, és kezének elterelő mozdulataival kiküldte Szofiát és kamráttini asszonyt a szobából. A tornácon mégis megszólalt. Jegyezd meg magadnak, Szofia, hogy a vénasszonyokat ne engedi ide siránkozni. A nyugalom a legjobb orvosság. Legyen kéznél friss víz és jó tej, ha fölébred és inni akar. A borogatás maradjon rajta, míg az orvos jön. Az orvos majd azt rendel, amit jónak lát. A professzor hazafelé ment az úton, és lépteinek megint megvolt a sajátos ritmusa. Járásából és kezének tartásából megállapíthatta az, aki ismerte, hogy mikor, milyen lelki állapotban van. Most bal kezét kabátja zsebébe, jobb kezét a mellénye nyílásába dugta, fejét pedig nyugodtan tartotta. Szemlátomást jól érezte magát, mintha öreg vére még egyszer borivás nélkül fölmelegedett volna. Olyan csendes élvezetet szerzett neki a tudat, hogy alaposan belenyúlhatott egy ember sorsába, segíteni tudott egy fiatal, jó és szép és védtelen leányon. Súlyos dolog, de majd csak kibírja. Kezemmel parancsot küldtem az agyába, hogy kibírja. Gondolta hazafelé menet az öreg úr, és csendesen álmosodott saját hiedelmén. Szélja lelke ismeretlen területekre tévedt, mintha tovavitorlázott volna a végtelenség kék és arany színekben játszó hűvös tengerén. A távolban még ott sötét lett a kikötő, ahonnan útnak indult. A tegnapesti aratás és tánc, ez a kettő még együvé tartozott. Azután megint ott feküdt a reggeli hűvösségben, és valaki úgy nyomta, hogy mellének jobb oldalán rettenetes szúrásokat érzett. Ne olyan erősen kedves! Ezeket a szavakat értette meg Szofia, amikor gyöngéden ébredgetni próbálta Szíliát, hogy az orvos megvizsgálhassa. Az orvos komoly arccal állt és várt. Sofia, széljára való tekintettel szégyenkezett a leány szavai miatt, de az idegen úr nem törődött velük, csak végezte a maga dolgát, Szilja pedig dülöngött, amikor felültették. Széljára az volt a legjobb hatással, mikor a professzor egy idő múlva visszajött és megcserélte a borogatást. A szoba egyre jobban emlékeztetett a régi otthoni lakószobára, és a professzor, mintha az apja lett volna. Nem sokára feljön a hold, és hallani fogja, hogyan recsegnek a falak az erős fagyban. Csak hogy most ott kün, nyár van. A kunyhó előtt ott van a földnyelv a nyírfaligettel, gyönyörű szép vasárnap éjjel van, egy ismeretlen fiatal fiú evez a tavon. A professzor azt vette észre, hogy a leány szenvedélyesen megszorította a nyakát, amikor ismét ráfektette a borogatásra. Az öreg úr most megint titkos parancsot küldött az idegeknek, és a tudat mélyére, Míg szélja feje a bal tenyerén nyugodott, a jobb keze pedig érezte, milyen erősen zakatol a szív a leány melkasában. Szívja állapotában már a következő nap bizonyos szabályosságot lehetett észlelni. Dél előttönként teljesen magánál volt, Tudta, hogy Kulman cool a lakószobájában fekszik, és igyekezett elfogyasztani azt, amit adtak neki. De esténként és éjszakánként az arany és kék színek birodalmában bolyongott, ahol a szigetek aranyból voltak, a víz és az ég pedig olyan kék, mint a legszebb sejem. Egyre távolabbra jutott el, és egyszer csak megérkezett valahova, ahol nagy hódolattal fogadták. A maga emberei, akik vele jöttek a hajón, szinte árnyékban maradtak az itteni lények mellett, akik hódolattal vették körül. A királyukat kereste, és elvezették hozzá. Mély meghajlással bókolt, és oda nézett, ahova tanácsolták, de nem látott mást, csak összekeveredett kék és arany színeket. Le akarta húzni a cipőjét, de egy lény ott mellette a lábára mutatott, és ekkor észrevette, hogy mezitláb van. És a lába egészen ép és fehér volt, pedig úgy tudta, hogy a jobb lábán egy kis daganat van, és ezért először szégyelte magát. De most, mikor látta, hogy milyen szép a lába, felbátorodott, és így szólt a királyhoz, aki nem volt más, mint a lángoló kék és arany. Nézd, én olyan vagyok, amilyenné tetettél engem. Vajon egy szőlőtőke újhajtása vagyok? Vajon virágzom én? És a barátom valóban az enyém? Ő fogva tartja azt az ágat, ami én vagyok, és megcsókolja a virágot, ami bennem van, és lélegzete megerősít engem, és az ő lelkét körül zárja az én virágom kelyhe. Szófia megpróbálta beadni Széljának az orvosságokat, amelyeket az orvos rendelt. A leány teljesen magához tért. Azt álmodtam, hogy a vándoriskora vizsgáján voltam, vagy egy konfirmációs órán valaki prédikált. Szofia arcán rendkívül komoly kifejezés jelent meg, az ilyen beszéd nem jót jelent. Mit tegyek? Matti megtiltotta, hogy lelki dolgokról beszéljek vele. A te a templom karzatán sem olyan tiszta és felkészült, mint széljáé. Szofiának hirtelen eszébe jutott valami. Az már igazán nem árthat, ha felolvasok egy szép éneket az énekes könyvből, és megkérdi, hogy mit szól hozzá szélja. A beteg nem felelt semmit, de amikor meglátta Sofia kezében a nagy énekes könyvet, felkiáltott: Jaj, el ne olvassa azt a borzasztó történetet Jeruzsálem pusztulásáról Nem is akartam, kedves gyermekem. Szilvia lehunta a szemét, és az arcán szenvedés látszott. Szófia félretette az énekes könyvet, és nem is vette elő újra. Mikor később Szilja megint önkívületi állapotban volt, kékes szürke szint látott, és abban az apját, amint tanácstalan, majdnem ellenszenves mosolyjal beszél el valamit róla, Széljáról. De azután az apja észrevette tekintetét, félrehúzódott, és utat engedett neki oda, ahol bolyongani szokott. Egy délután Szilja... Átlátszó kezét nézegeti, és eszébe jut, hogy mi a neve, és hogy azt valaki nagyon szépnek találta. Egy délután, tehát valami hatásos orvosság után, nyugodtabb órát töltött. A hallása is élesebb. Hallja, hogy Szofia házi munkáját végzi és közben beszél. Röviden és tárgyilagosan beszél, Lainit oktatja valamire meglehetősen szigorú hangon. Azt is hallja Szilja, hogy az úton két kerekű szekér megy, és Füle azt is kiveszi, hogy gabonát szállít. Könnyű megismerni a kerekek nehéz, de tompa zörgéséről. Az óra jár a lakószoba homlokzati falán. Finom és divatos óra. Esztergályozott és fényezett oszlopok vannak a házán, és olyan kétségbe ejtőn lassan jár. A nap is bizonyosan valamelyik nap, onnan számítva, hogy elindult. Mikor is indult el tulajdonképpen? Vajon nem azon a vasárnapra vérradó éjszakán és vasárnapi napon indult el, kevéssel apja halála előtt? Igen, akkor indult el, de vajon jó úton járte, hogy most itt fekszik, és nem olyan, mint a többiek, akik éppen úgy elindultak. Szofia, aki rendben tartja a házatáját, és a gazda, aki gabonát szállít. Olyan minden, mintha elhibázott volna valamit, mintha eltévet volna. A lakószoba mutatja falait és tárgyait, ezeket mind Szofia nagyapja készítette. Szília hallott róla, és a professzor anyja is itt, e falak között született. Vajon lesz-e valaha lakószobám? Hiszen férjem már van, hiszen már a felesége vagyok, mivel hogy úgy, meg úgy voltam vele. De hol van a férjem? Nem, nem az, aki elment. Az én férjem egész éjjel velem táncolt, és egész lelkével szeretett engem, és én is szerettem őt. De az én férjem nagy és erős volt, és az, aki elment, soványnak és sápatnak látszott. Kimondhatatlan vágyakozás hulláma árad szét a leány egész lényében. Maga sem tudja, mire vágyik, csak azt érzi, hogy van benne valami, ami ilyen fájdalmas beteljesülésre vágyik, ha már elindult azon az úton. Írtózatos, hogy azt az elutazást nem lehet meg nem történté tenni. Ha itt volna, olyan szorosan magához ölelni, hogy semmi, még egy gondolat sem férkőzhetnék közéjük akkor nem volna sem szenvedés, sem fájdalom. Akkor nem volna más, csak a puszta lét, és akkor minden beteljesülne. Azon az estén Szofia elment a Rantó és megmondta unoka bátyjának, hogy nem mer továbbra felelősséget vállalni a leány ápolásáért, most megint olyan nagyon rosszul van, hogy már nem tarthat sokáig. Bár csak szólt a professzor, mikor is betegedett meg? Akkor és akkor. Igen, tehát éppen egy hete. Megpróbálok segítséget szerezni. Menj most haza, és add be neki, amit az orvos rendelt. És azután Szélja utoljára bolyongott ott, ahol a kék és arany színek lobogtak. Megint a királyhoz szeretett volna menni. A király nem volt más, mint az az égőhely abban a csodálatos országban. A lángolásban most már vörös szín is látszott, olyan sötést vörös szín, mint az alvatvér. És a lába megint ép volt és fehér, és olyan tiszta, mint a kisgyermek lába fürdetés után, és így ment a király felé. Csak hogy a király nem volt sehol, a láng egészen kialott, és csak egy jól ismert, drága, suttogó hang hallatszott, és láthatatlan karok fonott a köréje. Én vagyok itt, ez az én lelkem, de térj vissza még a földre, és várj rám, míg újra találkozunk és ekkor minden megszűnt és kihűlt, és mintha hideg áradatta olvat volna szét, mintha egy színdarab befejeződött volna, és már derengeni kezdene a reggel. A nap valóban éppen akkor kelt föl, csendes és nyugalmas augusztusi reggel volt, amikor Szilvia felnyitotta a szemét, és fölismerte maga körül Kulmala lakószobáját. A fal repedései és eresztékei úgy köszöntötték most, mintha régletűn gyermekkorából hoztak volna üdvözletet. Ágya mellett ragyogó tiszta rózsás arcunő állt, kék ruhát viselt fején pedig fehér főkötőfélét. Szilja lassanként megértette, hogy az idegen kisasszony érette van ott, és hogy semmi mással nem törődik, csak vele. Úgy látszott, hogy Szilja fölébredése igen nagy örömet szerzett neki, de uralkodott magán, és csak arcának barátságos ragyogása árult el érzelmeit. Úgy beszélt széljához, mint egy gyermekhez. Most csak pihenjünk és örüljünk. A nap nem sokára magasan áll az égen, és akkor új nap kezdődik a mi számunkra is. A félig fölébredt, félig szendergő Szilja lelke félig még visszatekintett oda, ahol olyan sokáig időzött. Kezdetben nem is tudta ezt az állapotot betegségnek tartani, hanem úgy gondolta, ez is csak valami olyan, amibe ezen a nyáron belezuhant, de egyúttal érezte, hogy egész eddigi életének pályája ide vezetett. Ha behunyta a szemét, még most is csupa aranyat látott. De ez a sok arany egy templom belső falára emlékeztette, az oltárkép hatalmas keretére, és látta az énekek vidám számait a hosszúkás táblán, a sekrestje ajtaja mellett, és mintha élni kezdett volna minden, mikor az orgona megszólalt. Cília hosszan eltöprengett azon az oltárképen. Ez nem annak a templomnak az oltárképe, ahol úrvacsorát vett, ez valami távolabbi templomé lehet ahol kisgyermekkorában végigtipegett egyszer a patsorok között apjával, és egy nagyon csendes asszonynal, aki bizonyára az anyja volt. Igen, neki két testvére halt meg, harangok kongása közben temették el őket, de Szélja az egészből csak arra emlékszik, hogy végig a templomban a pacsorok között. De hiszen ezen a nyáron is volt templomban, itt, ennek az egyházközségnek a templomában. Továbbra is teljes csend és nyugalom uralkodott. A nap ragyogóan sütött, de azért a levegő olyan átlátszó és tiszta volt, hogy jól meg lehetett különböztetni a különféle hangokat. A gyenge éjszakai fagyok elémították a természetben a nyár zsibongását, a milliárdnyi apró kis életjelenséget. Ezek önmagukban, külön-külön, fülle fel nem foghatók. De valamennyien együtt a nyár közepén megtöltik lehelet finom hangjukkal a verőfényes levegőt. Most valahonnan a cséphadaró ütemes csattogása hallatszott. Szilja megkérdezte Szofiától, hol csépelnek. Szofia nagy buzgalommal elmagyarázott mindent, amit annak a gazdaháznak aznapi csépléséről tudott, és mintha szavaival simogatni és bátorítani akarta volna a lábadozó leányt, és vissza akarta volna vezetni az élet történéseinek körébe. Milyen nagy szerencse, hogy Szilja felgyógyult, ha már az ő házába került. Később eljött a professzor is, akiről Szilja tökéletesen megfeledkezett. A professzor most nem állt az ágy mellé, hanem beült a hintaszékbe, és csendesen ringatózott. Rendes szokása szerint nagyon nyíltan beszélt, de most mégis lágy és bizalmas hangon. Szegény lány, te bizony nagyon közel jártál a halál kapujához, bizonyára közelebb, mint bármikor ezelőtt születésed óta. De maradj csak szépen ágyban, és igyekezzél jó étvágyja lenni. Azután megint minden elcsendesedett. Szélja egy kis időre egyedül maradt. Az udvarról behallacott a tyúkok kotkodácsolása, közben néha a kakas is kukorékolt. Egy kormos cséplőt ért be a lakószobába, és Szofiát kereste. Vidáman mosolygott, olyan volt, mint egy néger. Ő is látta, hogy Szélja a gyógyulás útján van. Széliának eszébe jutott, hogy ez az ember egyik legpajkosabb kedvű táncos volt, akkor. De a fáradt lélek még ösztönösen vonatkozott attól, hogy visszatérjen a nyári emlékekhez, Szívesebben menekült az álmok országába a csodálatos bolyongásokhoz, bár a lázálmok a gyógyulás előre haladásával fokozatosan elhomályosodtak. Szília lassanként vágyódni kezdett a teljes egyedül létre, hogy jelenlegi környezetéből senki és semmi se maradjon a közelében. Betegágyában az akkori érzésekből, valami, mintha eléget volna. Lázalmainak tüzes függönye ráhult a múltra, és az új élet csak azt tartotta meg kiindulási ponttól a régiből, ami kibírta azt a tüzet. Ezért aztán Szilja új helyre vágyakozott, ahol egyúttal új idő kezdődik. Közben hűségesen betartotta az ápolónő utasításait, és csak várta a maga idejét, hiszen még azt sem tudta, hova megy majd innen. Szeme mindig mosolygott, apai örökség, de itt nem ismerte fel senki sem. A leány arcán szemében, hajában és egész lényében volt valami különös finomság és légieség, arcának szemérmes pírja csak fokozta ezt a benyomást. Ha Szilja állapotában nem mutatkozik egészen határozott javulás, mindezek a jelenségek aggodalmat kelthettek volna. Szofia így is néha hosszasan elnézte Szilját. Egyszer mégis eljött a nap, amikor Szilja már a szobában sétált, és az ablakból nézegette a tájakat, amelyeket ezen a nyáron ismert meg. Szofia rosföldjét is, ahonnan az életet már behorták a csűrbe. Ott arattunk akkor, és kévét kötöttünk. Az oldal ablakból kilátott az udvarra, látta a sövénykaput és annak az ösvénynek az elejét, amely arra vezetett. Kisé még gyengének érezte magát, majdnem elszédült, amikor felnézett az átlátszó tiszta őszi égre napok is jöttek, és egy ilyen napon megjelent Kulmalában a professzor, élénken és felbozdulva. Bejelentette, hogy másnap reggel Helsinkibe utaznak, ő maga is megy. Kérte Szofiát, hogy mint eddig is, vegye át a kulcsokat, és nézze meg, milyen állapotban marad a ház, hogy fölismerje, ha valami változás történnék. Bizony, most igazán nem lehet tudni, milyen változások lesznek itt, mondta Sofia. Az már igaz, sóhajtotta a professzor. Annyi azonban bizonyos, hogy ez a leány folyton csak előnyére változik. A professzor felállt, és búcsúzni kezdett céljától. Minden jó célja, és köszönöm a segítségedet. Az a rövid idő, amit nálunk töltöttél, igazán szép és kedves volt. Tulajdonképpen nagyon szívesen megtartottalak volna felgyógyulásod után is, de én most már más körülmények közé kerülök. Igen, igen, maradj csak itt Szófiánál, amíg teljesen meggyógyulsz. Pénzed van rá. A betegség semmibe sem került neked. Keres aztán magadnak helyet valamelyik csendes gazdaházban, ahol istáló szagot szívhatsz, erre van most szükséged. Minden jót, kedves gyermekem! Az öreg úr már az úton haladt. Szofia később is mehet, amikor ráér. Szofia még megmondhatta Sziljának azt, amire a professzor is célzott. Az öreg úr megtérítette Szilja ápolásának összes költségeit. Mikor aztán Szófia este hazatért, elhozta a leány bérét is, amelyből semmit sem vontak le. Az öreg úr csak annyit mondott, hogy elfelejtette átadni, amikor kulmalában járt. Világos volt azonban, hogy ki akarta kerülni Szília szabadkozását, és attól félt, hogy túlságosan megindítja a leány hálálkodása. Kevés apa bánkódik annyit a leányáért, mint amennyit az unokatestvérem bánkódott érted, amíg beteg voltál. De Matti mindig kissé különös volt, nem olyan, mint mások. A vére még most öregkorában sem hűlt ki, és sohasem tudja senki, hogy mi megy végbe a lelkében.